Jó estét kívánok! Ebben a műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy vajon miért váltott ki akkora visszhangot Pál Józsefnek, a Szegedi Tudományi Egyetem professzorának a Magyar Nemzetben megjelent cikke, amelyben többek között azt javasolta, hogy az egyetemi oktatók ne politizáljanak, illetve közösen ne nyilvánítsanak politikai véleményt. Ezt kissé röviden ismertettem, de aki nem olvasta, annak is mindjárt részletesen kiderül, miről van szó. Vendégünk a cikk szerzője Pál József. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Kérdező társam pedig Dombai Tünde, a Szegedi Tükör újságírója. Jó estét kívánok. Professzor, hogy gondolta ezt konkrétan, hogy ne politizáljanak az újságírók? Az újságírók, őszintén szóval semmilyen vélem, az újságírónak dolga, hogy politizáljanak. Azt hiszem, bár egyáltalán nem akarom áttolni a felelősséget, de aki a újságírásban részt vesz, ha már erről van szó, pláne úgy, mint én, akinek nem ez a szakmája, hanem időnként a véleményemet fejezem ki az újságcikkben, az tudja, hogy a címeket az újságcikknek nem a szerző adja. Én magam részéről adtam egy címet, ez a Színe Íra et Studio. Ez egy nagyon régi egyetemi mondás. Harag és részrehajlás nélkül. Ez az igazi címe. Na most azt, hogy a más címet kapott a cikk, hát erről nem tehetek, és ezt a másik címet kapta fel az Index. De én nem akarom áttolni az adott szerkesztőre a felelősséget. Ami a cikkben van, leszámítva a címet, ismétlem, nem én adtam, nem is láttam, azért viszont 100%-ban vállalom. De ön szerint ez a cím azért egy kicsit leegyszerűsíti, vagy most az ön mondani valóját? Hát meg nem arról van szó. Tehát én tulajdonképpen nagyon erősen a cikkből kiderül, hogy hol ne politizáljanak. Tehát az alapvető kérdés, amit ugye föl szoktak tenni, hogy az egyetem oktató politizáljon, vagy nem. Erre a világban többféle válasz van, vannak olyan egyetemek, sőt vannak olyan középiskolák is, ahol kifejezetten rendeznek politikai vitát a tanulóknak, vagy az egyetemi hallgatóknak. Ez nem Magyarország, és nem is szeretném, hogyha ez így lenne. A másik, ami az igazi lényeg. Természetesen az egyetemi oktatók politizáljanak, hiszen rengeteg orvos tagja a magyar parlamentnek, miniszteri székben ülnek, stb. Tehát politikusként működnek, és mivel a világban mindenütt pártok alapján történik a politika, ugye Kissinger is egyetemi oktató lett, mióta előtte és utána, mikor miniszter volt, ugye Nixon mellett, és Gerald Ford mellett, tehát tulajdonképpen ez a legtermészetesebb. Tehát egyrészről nagyon hangsúlyozom, hogy egy orvos például, vagy egy egyetemi oktató nyugodtan politizálhat, szükség van az országnak arra a szürke állományra, amely egyetemen van. Első állítás. A második állítás azonban az, hogy egy orvos az előbbi példánál maradva, ha egy beteget, vagy beteggel, mint beteggel találkozik, akkor természetesen a legkisebb mértékben sem befolyásolhatja őt a gyógyítás módjában, a felírt receptekben, a műtét lebonyolításában az, hogy az ő, illetve a beteg politikai véleménye mi. Tehát az a lényeg, hogy az egyetemen belül kihasználva azt a helyzetet, hogy végül is ott egy csomó gyerek, vagy sok gyerek, elnézést, egyetemi hallgató, aki fiatalember, aki bizonyos értelemben kiszolgáltatott viszonyban van egy tanártól, mert vizsgázni kell nála, meg szakdolgozat, meg minden, azoknak nem szabad politikai propaganda beszédet tartani, továbbá a különféle hivatalos egyetemi rendezvényeken nem szabad politizálni, nem szabad fölhasználni véleményem szerint a különféle egyetemi informatikai rendszereket, levelező rendszereket, tantermeket, hivatalos üléseket arra, hogy ott politikai véleményeket fejezzenek ki. És mondjuk az is nagyon rosszul vette ki magát, hogy néhány évvel ezelőtt a TIK épületében, még Székely Józsefot elkezdett politizálni, és megengedhetetlen kijelentéseket. Még ha ő nem is tanár, de az egyetem épületében volt. De az egy pártrendezvény volt, kibérelték. De hát ezt sem akarjuk, mert az egyetem infrastruktúra, nem, van is egy ilyen egyetemi szenátusi határozat, az egyetem épületeit, az egyetem infrastruktúráját, levelező rendszerét, a oktató-hallgatói viszony, vagy az orvos-beteg viszony nem szabad, hogy megterelje a politika. Hát akkor itt ahol a választó abszolút, víze? Abszolút. Otthon persze mindenki, vagy kimegy a parlamentbe, ott ő elmondja a véleményét. Hát hány miniszter, a mi minisztereink között is, ugye Trócsányi László miniszter úr, Martonyi János miniszter úr, Katona Tamás, azt hiszem ő államtitkár, vagy miniszter volt, tehát mindkét oldalról mondjak. Vastag Pali
hogy Nemcsók János, hogy az előző katonás, Nemcsók János kitűnő barátom jelen pillanatban is, az ég adta a világon, semmi probléma. Csak nem lehet ezt az egyetem falain belül, nem lehet semmilyen nyomást gyakorolni a hallgatókra vagy a kollégáikra. Mi vitte rá, hogy ezeket a gondolatokat most, éppen most fogalmazza meg írásban és tegye közzé? Ez ebben némi szubjektív mozzanat is volt. Ugye mindenki tudja, hogy a rektorhelyettes tett egy megjegyzést, amire aláírásgyűjtést szerveztek a kollégák, egy TTK-s professzortársunk vezetésével. Ami számomra ennyi szóval meghökkentő volt, hogy ugye az ideológiai semlegességről beszéltünk. Én jól ismerem ezt az egyetemet 1971 óta, ugye először egyetemi hallgatóként, majd onnét, majdnem folyamatosan oktatóként, tehát pontosan tudom, hogy ki mit minek köszönhetett, pontosan tudom, hogy ki milyen szervezetnek volt a tagja. Na most, azt is pontosan tudom, ezt a cikkben meg is írtam, azt is pontosan tudom, hogy azok az emberek, akik aláírták ezt a petíciót, ezeknek az embereknek nagy része abszolút annak köszönhette az egyetemi sikerét részben, de hát azt is megírom, hogy helyenként ez nem mindenkire vonatkozik, hogy az MSZMP tagjai voltak, az MSZMP titkárai voltak, hát nekem nem mesélje senki, hogy mi történt ezen az egyetemen, én sosem voltam a MSZMP tagja, viszont pontosan tudom, hogy ki, mikor, mit mondott. De hát akiket sorolt, mondjuk Martonyi János, vagy a Pintér Sándor, aki most miniszter, ők MSZMP tagok voltak. Tehát na hát a végén a Martonyi is, igen. Na most térjünk még vissza egy kicsit, ugye Zakar rektor helyettes úr mondott egy beszédet, amiről a Dél-Magyarország tudósított, és abból lett tulajdonképpen felháborodás, mert azt mondták, hogy amit ő mondott, az az egyetem egészen nem tud azonosulni. De aztán ő azt mondta, hogy nem azt mondta. De a Dél-Magyarország újságírója azt mondta, hogy magnó felvétel van róla. Természetesen én ebben nem akarok véleményt formálni, mert én nem láttam, nem hallottam. De az egyet értene, hogy ha nemzetivé kell formálni az egyetemet teljesen? Hát attól függ, hogy a nemzeti szólat mit értünk. Hát a nemzeti azt jelenti más nyelveken, hogy országos. Tehát, igen, hogy igen. Én ettől nagyon nem ilyen meg ettől a national, vagy nacionál, vagy nacionál. Ilyen értelemben akár már most is az. Hát a magyar adófizetők fizetik főleg, magyar biztos, hogy benne van a magyar tudomány, ami kimegyünk külföldre, és akkor milyen nemzetből származik, mindenki azt mondja, hogy magyar nemzet. De hát, ha nem félünk ettől a kifejezéstől, akkor ettől nem, ez nem egy ördögtől való kifejezés. Franciák erre nagyon büszkék, mások is nagyon büszkék arra, hogy milyen nemzethez tartoznak. Én ebben az íg adta világon semmilyen problémát nem látok. De akkor miért mondta azt, hogy ő nem ezt mondta? Vajon? Ezt talán őtől kellene megkérdezni, őszintén szóval én nem szeretnék. Akkor váltsunk egy kicsit más. Azt mondja, hogy például az OHA felrójének egy politizálnak, ugye az országos a oktatói hálózat. Ugyanakkor meg a politika határait néha nehéz meghúzni. Tehát, hogyha mondjuk a kormány jelentős forrásokat von ki az oktatásból, és az ellen egy oktatási intézményben tiltakozás indul, akkor ez most politikai kérdés, vagy szakmai kérdés? Na most én behoztam a szakszervezetünk honlapján látható, ez egy piros különben a háttere, csak a fekete-fehérben. Ugye, álljon le az ország. 2019. Rabszolgatörvény, sztrájktörvény, független bíróságok, európai ügyészség, független közmédia. Ez politizálás, vagy nem? Ez a másik oldal. Uh-huh. És ön mit szól ehhez? Én azt mondom, hogy ez az az eset, hogy az egyetem szakszervezetének a honlapján fölhasználva azt az infrastruktúrát, ami nyilván egy belső honlapot illeti, ezeknek nincs helyük. Arról legyen szó, hogy ott nem tudom én a szakszervezet, mik a problémái, a dolgozók, rengeteg problémáik van a dolgozóiknak, de ezek nem jönnek át, ehelyett álljon le az ország. Én ezt úgy értelmeztem, hogy nyilván önnek vannak problémáik, saját egzisztenciális, vagy oktatást érintő problémáik, és ezt más erővel nem tudják elképzelni, hogy kikényszerítsék, mint hogy álljon le az ország. Álljon le az ország, ezzel nincs probléma, nekem azzal van probléma, hogy az egyetemi infrastruktúra felhasználásával, és az egyetem, nyilván van egy megszervezett közösség. Az egyetem helyzetét akarják javítani ezzel. Hát a rabszolgatörvény, még ránk nem is vonatkozik, nem is értem, hogy kire vonatkozhatna ez a 400 óra túlóra, ami az egyetemen dolgozóink.
Én összeszve csodálkoznék, egyáltalán egy ember is lenne, akire vonatkozik az egyetemen. Oktatókra biztos, hogy nem, mert mi nem 400 plusz órát csinálunk, hanem 1000-et csinálunk, tehát nyilván a mi munkánk az egészen más, de az adminisztratív rész sem hiszem, hogy bárkinél az egyetem fölmerülne. Tehát olyan dolog, az, hogy a független ügyészség, független bíróság, stb., hát ezek mind természetesen politikai kérdések, ezeket mind lépjen be valaki egy pártba, és akkor harcoljon, írjon újságcikket, stb., de nem szabad kihasználni az egyetem infrastruktúráját. Az, hogy ez egy zárt közösség, hogy ilyen módon próbáljunk a kollégáinkra nyomást gyakorolni. Ez. Most egyrészt ez egy kicsit a szakszervezeti szolidaritásnak a része, meg hogyha a szakszervezeti tagok nem tiltakoztak, akkor valószínűleg ők ezzel egyetértenek. Én szakszervezeti tag vagyok, sőt, én alapítottam a felsőoktatási dolgozók Szegedi. És most tiltakozik? Tiltakozok, persze. De ez hozzá... Nem, most ennek nincs túlzott jelentősége, hogy ez, de szakszervezeti tag vagyok, tehát ez nem is kérdés. És mondom, én hoztam létre még, vagy nem egyedül természetesen, hanem Várkonyi Zolival, és még néhányakkal, Csörgő Sándor, és a többi, és nem akarom ezt részletezni, de amikor a rendszerváltás volt, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk akkor egy SZOT-tól, ugye a Szakszervezetek Országos Tanácsától független felsőoktatási dolgozó. Akkor szakszervezet. Ez egy politikai lépés volt? Akkor... Hát annyiban, hogy egy új helyzet alakult ki Magyarországon, és szerettük volna, hogy a felsőoktatás érdekeit minél erőteljesebben egy olyan rendszerrel szemben, amely ugye lebomlóban volt, a megfelelően pozícionáljuk. Tehát ha tetszik, akkor egy rendszerváltó pillanatban még ez se lenne halálos bűn. Az más kérdés, hogy már egy kialakult demokrácia területén már nem ez kell. Használjuk az alkalmat, hogy most nem az egyetemen vagyunk, és akkor politizálhatan is. Szegedi Fidesz alelnökként azért kíváncsi lennék arra, amit már többször megkérdeztünk ugyan, de még nem volt konkrét válasz, hogy van-e már... Ki lesz a polgármester? Így van, eltaláltam. Egy másik műsorban azt mondta, hogy van 2-3 jelölt is. Van 2-3 jelölt, de... Tisztázódik a kérdés, szűkül a kör. Keretszűkítés? Én őszintén szóval egyrészt nem tudnék válaszolni, másrészt meg ha történetesen tudnék, és akkor sem hiszem, hogy az én feladatom lenne, hogy ez bejelentse. Akkor másik kérdezik, mikorra várható vajon döntést, azt lehet tudni? Tehát a EP választások környéken biztosan. De ne aggódjanak a szegedi jobboldali szavazók, lesz nagyon komoly és nagyon jó jelöltünk. Idáig Barta László jobboldali jelölt, Tisza koalíció. Az elképzelhető, hogy a Fidesz beáll mögéje? Ezekről a problémákról így nem volt szó. Nem viszi el túlzottan messzire, pontosabban az önkormányzati választásokhoz közel ezt a döntést a párt újra? Hát itt nem teljesen egységes mindenki ebben a kérdésben, a Fideszen belül sem. Vannak érvek, amelyek azt mondják, hogy nem kell elkapkodni, de ugyanakkor az is érv a másik oldalon, mert hiszen nyilvánvalóan, hogyha megnevezünk valakit, akkor hát ösztusz fog rá zúdulni. Hát ezt tudjuk, hát ez természetes is a politikában, tehát ezen nincs semmi meglepő. Rá kell nézni Botka Lászlóra, és akkor tudjuk, hogy... Persze, nem, de hát mindenki, tehát ez a dolog így működik, de ezzel nem kell különösebben meglepődni. Tehát úgy gondolja azok, akik azt mondják, hogy ezzel nem kell sietni, hogy minél rövidebb legyen az idő, amikor égetik a ellenzéki jelöltet Szegeden. Ez az egyik érve, a másik pedig, hogy amit szintén lehet hallani, hogy hát végülis azért ez a taktika egy párszor már nem jött be a jobb oldal számára, tehát hogy az utolsó pillanatban nevezik meg a jelöltet. Úgyhogy ez a két vélemény van, a döntés az lehet, hogy épp egyetemi körökből lesz jelölt, és akkor ő neki szabad politizálni? Hangsúlyozom, tehát ezzel kezdtem, az orvos is lehet miniszter, de amikor oda megy a beteg fölé, akkor nem az szerint adja, vagy operálja így, vagy úgy, igen, hogy fideszes vagy ellenzéki, hanem ott kikapcsolja a politikát, igen, nagyon helyesen. A szív az mindenhogyan a bal oldalon van, és a máj meg a jobb oldalon. Máj meg a jobb oldalon, tehát nyilván ezt nem szabad. Tehát természetesen, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Nézőinknek megköszönöm a figyelmet, szemközt legközelebb a jövő szerdán. Ki ne hagyják. Viszontlátásra.